kiszai cigányom, hogy ezt tanultát a Fülender úszától. Egy sem ruhám, sem cipőm, rongya harisnya kötőm, elhagyott a máli szájú szerető. A Bodiszlói zenekar húzza a talpalávalót a Népzenei Értékek napján. Sajnos az eredeti együttesből ma már senki sem él, de mindaz, amivel gazdagították a magyar népi kultúrát, örökre emlékezetessé teszi a tevékenységüket. Bogyiszlón nagy tisztelet övezte Orsós Kis Jánost, az egykori primást, akinek unokája Mihalovics Zsolt tovább vitte a bogyiszlói és a családi örökséget. Azért is az a mai napunknak a neve, címe, hogy Népzene Értékek napja. Az első kötődik nagypapámhoz, Orsós Kis Jánoshoz, akinek halálának 24 évfordulójának alkalmából ötödször, mert 5 évente rendezzük, történik ez az emléknap. Hát illetve összekötődik egy nagyon híres népzenegyűjtővel, népzenekutatóval, Lajta Lászlóval, aki 1922-ben volt Bogyiszlón, és akkor gyűjtötte fel itt a különböző dalokat, és ezt így pont ebben az évben egyszerre sikerül most megvalósítanunk. De van még egy harmadik is, ha mondhatom, ez ilyen év, Bogyiszló települése pedig a 750. évfordulát ünnepli, hogy igen, évfordulóknak a napja van ma. Azok a népdalok, amik már itt a század elején is megjelentek, mert ha 750 év, akkor lehet számolni, hogy Bogyiszló már mióta van, mint település, és természetesen a dallamok változtak, de Lajta 1922-es gyűjtései még felvetít, azért az nagyon nagy kincsek, és a nagypapám ugye 23-as születésű, tehát akkor még Lajta ugye akkor ebben akkor nem voltak együtt, tehát az időszakban, de a nagypapám aztán átvette ezeket a dallam kincseket, amikor gyermekkorában elkezdett tanulni, zenélni, és ő volt az, akitől aztán a népzenegyűjtők, népzenekutatók már a hangfelvételeket is felvették, és aztán ma világ, azt mondtam, hogy országos szinten, de a világban is ismerhet az ő muzsikája, a bogyiszlói zenének a dallamkincse. Kis Tamásné, a Bogyiszlói Népi Együttes egyik alapítója, jó szívvel emlékezik Orsós Kis Jánosra. Azt mondja, ha ő nincs, ma sokkal szegényebbek lennénk. Rengeteg emlék köt hozzá, hiszen vele kezdtük, amikor mi elkezdtünk táncolni 1970-ben, Jancsi bácsiék minden héten itt voltak minden próbán. Őtőle nagyon-nagyon sok dallamot tanultunk, és kísértek bennünket szinte egész Európába végig. Óriási szerepe volt, és nem is tudom elmondani, hogy elérzékenyülök, amikor rágondolok, hogy szerettük, mintha a saját családunk lett volna a Jancsi bácsi. Azt gondolom, nagyon nagy dolog volt, és nagyon nagy része volt abban, hogy a Bogyiszló ilyen jól szerepelt mindenütt. Én 1984-ben elkísértem őket egy finnországi zenei világfesztiválra, ahol szinte a tenyerükön hordták az emberek a Jancsi bácsi és a csapatát. Csodálatos volt, ezt nem lehet elmondani. Nem, csak elszorult torokkal tudok róluk beszélni, én annyira kötöttem hozzájuk. Sebestyén Márta népdalénekes is a szép számú vendégsereg tagja volt. Ő a mindig mosolygó ember emlékszik, akit hajtotta vágy a zenélésre. Nekem nagyon érdekes volt, hogy ugye azok a legendás zenekarok és zenészek, akik még Lajta Lászlónak is, vagy Kodálynak muzsikáltak, még életben én is hallhatom őket. Ez nekem nagyon érdekes volt, hogy tényleg személyesen megtapasztalom a muzsikájuknak az erejét, és ezért is volt mindig megható számomra minden egyes találkozás. Olyan ízesen muzsikált tényleg. Tehát látszott, hogy ez a hagyomány, ez nem színpadi szépelgésről szól, hanem a funkcióról, tehát a tánc alá muzsikálásról, az emberek kedvére való zenélésről, és ezért rusztikusan zenél, tehát nem ilyen émeítően, vagy olyan, nem is tudom, milyen kifejezést használjak, nem szórakoztató zene volt abban az értelemben, mint mondja egy ilyen kávéházi zenekar, hanem a szó legnemesebb értelmében hagyományőrző,
a közösséget kiszolgáló gyönyörű muzsika. Hála Istennek, hogy ő volt, és milyen boldogság, hogy volt kinek átadja, és ez még van. Tehát a legjobb kor jött végül is ez a népzene és néptánc mozgalom, mert ez egy adott egy olyan indítatást, hogy folytassák a fiatalok is, mind zenében, mind táncban. Úgyhogy szerintem Jani bácsi is nagyon boldog lenne, hogyha tudná, talán tudja is valahol, vagy lát minket, hogy folytatódik mindaz, amit ő képviselt. Olyan megható nekem, hogy valaki a családi örökséget is ilyen szépen képviseli, és ilyen tudatosan. Nagyon fontos ebben az esetben már a tudatosság, hiszen a hagyomány abban a tekintetben, ahogy ténylegesen nemzedékről nemzedékre magától is így átadódott, ez már nincsen, ha nincs benne tudatosság is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy Zsolt ilyen szépen viszi tovább az örökséget, és olyan szépen megszervezte az ünnepséget is.